Hey, jó, szevasztok srácok, itt is vagyok, megérkezett a bajnokotok ismételten, és a mai videóban toxic leszek a Stumble Guys-ban. Ez egy olyan példa, amit senki ne kövessen, ez most csak én leszek a videó szórakoztatása kedvéért, minden meccsen muszáj toxicnak lennem legalább egyszer, csak úgy érvényes a győzelem, hogyha köcsög vagyok másokkal. Milyen videó ez, ember? Hát ismét remek offerek vannak a shopban, egy ilyen macskát meg lehet venni 750 gemért. Hát azért van gemünk bőven, meg Stumble tokenünk, de azért ne haragudj már, tehát hogy... Amúgy is, hát mi lenne a legtoxikusabb skin, hogyha nem ez? Természetesen ezzel a fantasztikus skin kombinációval fogunk menni. És ezt a bűzölgő genyót húzzuk magunk. És ott a ha-ha-ha-ha, ezt húzzuk magunk után. Na robbanunk is bele az első meccsünkbe, uraim, meg sem állunk a győzelemig, toxikusnak számít a rugás, mindenféle alvás emót, meg debelés, meg minden hülyeség, majd meglátjátok. Nagyon-nagyon felül kell teljesítenünk magunkat, hogy még tudjunk köcsögöskedni, és így is tovább jussunk. Úgyhogy ez nyilván arra motivál, hogy még jobb legyek, mint amilyen szoktam lenni. Na figyelj, itt vagyunk. Mindjárt beérnénk a célba, de nem, mert... Itt vagyunk, mindjárt beérünk a célba, de nem, mert mi toxikok vagyunk, szóval minimum egy embert le kell rugni. Az kötelező, tehát pörögni is kell egyet, most ennyi fért bele sajnos, mert majdnem kiestünk. Na figyelj! Megindulunk. És mindenki nyilván középre fog orientálódni, de nem baj, itt átvetődünk szépen. És gyönyörűen itt is vagyunk, ez így volt kiszámolva. Itt pont átférünk, és megyünk is elől, ez most a top 80, azért nagyon fontos, hogy elől legyünk, hogyha még itt toxikoskodni is akarunk. És top 3-ba vagyunk, srácok. Hát miről beszéltek? Nézd meg, a csávó is lerúgta a másikat. Vajon utolére, mert nem tudom sajnos őt lerúgni. De, itt van! Á, nem sikerült lerúgni! Valakit le kéne! Azért! Na, haló? Mondom, valakit azért le kéne rúgni! Hát ez nem úgy jött össze, mint hogy elképzeltem, nem voltam elég toxik, úgyhogy most a döntőben meg kell mutatni, hogy én bizony egy világi nagy köcsög vagyok. Mondjuk, hogyha nem esnék le, akkor az valószínűleg könnyebb lenne. Hussá már! Nagyon jó, itt most ficcelünk tovább. Nem találsz el, rohadt életbe! Menjél már! De ne! Menjél, fussál, fussál, azaz! Nagyon jó. És most kell készíteni a rugást, lerúgjuk, nagyon szép! Ott is a toxic movement. De rohadt életbe! Karma visszaadját, nézd meg! Egyből eltalál a golyó, hát nem hiszem el! Na jó, srácok, be kell keményíteni, mert nem voltunk elég toxikak, az a helyzet. Menjél innen, macskaszkin, nem kérlek szépen. Kéne egy ilyen Tag Life szemüveg, Tag Life napszemüveg, az sajnos nincsen most itt jelenleg nálam. Atya úristen, mi van itt? Gyerünk! Nem kaphatunk ki. Sőt, nagyon elő kéne lennünk, hogy tudjunk toxikoskodni, hát ez itt most nem fog menni, így, nagyon jó, és már megyünk is. De szépen elkerüljük, a ha-ha-hás izé az nagyon menő, de ezt itt most muszáj elkerülni, így. Na jó, most itt figyelj, ott a rugás, bum! Figyelj! Bum! Hoppá hoppá! Toxic movement! Ugyanazokat a pályákat dobálja a játék, hála a jó Istennek, nehogy megunjuk. Nagyon szép. Szélen, szélen, figyelj! Már készítjük is a rugást, szevasz tavasz! Toxic movement! Gyerünk köcsém! Nagyon vezetünk, tehát olyan szinten vezetünk, hogy már megalázó, már magába, önmagába már toxikus már az is, ahogy vezetünk, tehát menjél már! Jó, itt a kis köcsök bevár, de én... Á, nem sikerült leboxolni, de én sem bírtam lerugni. Valakit még le kéne rugni, á, nem tudunk úgy beérni. Na jó, megint döntőbe vagyunk, viszont nem voltunk elég toxikak ennek a körnek a folyamán. Egyébként ez nehezebb, mint gondoltam. Úgyhogy most a döntőben megmutatjuk, hogy ki az igazi köcsög. De azért mondjuk jó lenne nyerni is. Hú-hú-hú! Na itt az igazi köcsögök pályája, srácok. Az igazi toxik játékosok pályájára érkeztünk, ahol szerintem meg fogja tudni mutatni, hogy ki az igazi toxik. Oda néz! Mekkora toxik! Hát elalszok a pályán, gyakorlatilag olyan unalmas, olyan simán nyerek. Hát mekkora toxic movement. Készítjük már a rugást. Hoppá, hoppá, deb, deb, ott vannak a debek. Toxic movement. De egyelőre úgy néz ki, hogy a karma eléggé visszaadja, nem olyan könnyű toxicnak lenni, mert lehet beszopjuk a... Na egy kicsit pihenjünk meg, szedjük össze magunkat a következő kör előtt, és pörgessünk egyet, hátha valami csoda folytán esetleg meglep minket az epic or better pörgetés, ami még egy kicsit laggol is. Hát...
annyira nem lepődtem meg, hogy őszinte legyek. Na még egy-egy, gyere kicsim, gyere, nézzük. Speciált kérek, hát nem kapok. Jó van, akkor gratulálok. Humble Stumble a változatosság kedvéért, mert ezt a pályát még nem láttuk ma egyébként egyszer sem, azt kell, hogy mondjam. Viszont elég jól megyünk, az a helyzet, úgyhogy jöhet a toxikuskodás. Itt egy ugrás, itt egy még egy ugrás, és bam! Ott is van a csúszás, hát erről is van szó, srácok. Hát toxic movement. Na, jungle-ról még nem volt ma. Már ezen az a baj, hogy örülök, ha beérek a célba a top 8-nál. Figyelj! Egyből már itt a vetődésekkel meg kell alapoznunk azt, hogy a mezőny elején legyünk. Itt egy kicsit pattogunk, nagyon jó. Így tovább, nagyon jó. De állj már föl! Jó, gyerünk. Vetődés. Itt vetődgetni kell, csak mondom, mert egyébként megszoppantjuk, bár így is megszoppanthatjuk, nem arról van szó. Ott meg nyilván nem fogunk átérni ott, ahol kellene. Nem baj, itt is mehetünk. Ott nem kockáztatunk, nem érdekel. Majd itt. Átdobott! Átdobott a túloldalra, azt hittem, hogy leestem. Átdobott. Hát ez milyen toxik, srácok, hogy kijátsszuk a szabályokat. És egy rugás. Nem sikerült. A rohadt életbe. De nem baj, egyébként azt veszem észre, hogy amúgy általában mondjuk, amikor egy videóban 3-4-5 kört játszok, örülök, ha kétszer mondjuk bejutok a döntőbe. Most még annyira el vagyok foglalva ezzel a toxikoskodással, hogy észre sem veszem, hogy amúgy közben meg még egyszer sem estem ki csak a döntőben. És megint ráadásul beadja a legtoxikabb döntős pályát. Úgyhogy egyébként ez meg egy jó stratégia lehet, hogy nagyon a toxikoskodásra koncentrálsz, hogy olyan simán nyerj, hogy még ilyet is be tudjál adni, akkor legalább simán tovább jutsz. Hoppá-hoppá! Kérem szépen, hát olyan toxik vagyok, amit nem látok a képernyők előtt, de még itt is beadom az alvás movementet. Hát szép álmokat mindenkinek, srácok! Na figyelj! Készítjük a rugdosódást. Még jó lenne, valaki meghalna előtte mondjuk. Jó lenne egy ilyen számomra biztonságos helyen elrúgni a rugdás. Ott van! Ott van! Toxic mód! Hát erről van szó! Na most már nyerjük meg. Most már nyerjük meg. Nem hiszem el! De kár érte. Rossz helyre ugrottam. A rohadt életbe. Nem baj, srácok, jó úton haladunk, úgyhogy megnézzünk még egy kört, viszont előtte nézzünk meg még egy pörgetést, hátha valami csoda folytán beravaszkodna, esetleg így véletlenül mondjuk valami jó skint a játék, hát véletlenül pont ugyanazt a fantasztikus ninját kapjuk meg, amit előbb. Köszönjük szépen! Na gyere rám, toxic default skin, nyerjük meg a menetet! Hashtag HTG, srácok, legyen már ott egy győzelem! Na figyelj! Muszáj nagyot menni, mert nem fog beleférni a toxik. Jó, ezt direkt meglökettük magunkat, tudjuk, hogy ez már így a taktika része. Menjél, és már készítjük is a rukkapálást, és bam! Hát ez jó szarul sikerült. Ha elég szarul sikerült. Nem baj, srácok, van még lehetőség. Olyan hamar értünk ide, odafigyelj! Most beadjuk! Szép álmokat! Szép álmokat mindenkinek! Jó éjszakát kívánok! Hát, alszunk egyet, mielőtt beérünk a célba! Hát erről van szó! Let's go! Na figyelj! Következő pálya! A döntőbe jutásért érkezhet, ismételten megesszük reggelire, olyan könnyű lesz. Ez pedig csak ne egy futball vagy valami hülyeség. Mármint nem a futball a hülyeség, csak ebben a játékban. Jeges pálya. Na figyelj, ebben is nagyon jó vagyok, mint minden másban. Az a baj, itt a rugás az egy máshogy viselkedik, mint mindenhol máshol. Itt úgy csúszik a rugás, hogy hihetetlen. Jó, azért ne essünk le, légy szíves, tehát mindennek van egy határa. Top 8-ba bekerülünk. 3, 4, 5. Gyerünk, jó! Sima. Easy. Na uraim, újabb döntő, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen videó, hogy mindig döntőbe jutunk, egyszerűen hihetetlen jók vagyunk ma, de a lényeg az, hogy egy toxikus döntőgyőzelem már itt lenne az ideje, és
Uhúha! Na itt hogy kell toxiknak lenni a lépesmézes pályán, srácok, ha nem úgy, hogy futkorászunk, mint egy hülye gyerek. Általában nekem itt a taktikám nem a futkorászás szokott lenni, hanem ez a szép, lassú, okos, megfontolt játék, de most, amíg itt fönt vagyok, addig ezt a játékot is fogom folytatni, mert... miért ne? Bazd meg! Lerepülök! Ne! Hát oldalt leesek! Hát... na jó, leestünk legalúra, úgyis ez szokott a toxik játékosoknak a taktika lenni, hogy itt a legalsó réteget ki kell lyukasztani. Viszont egy kicsit most itt oldalt ugráljunk, mert még valaki fönt van a legfelső rétegem. Kicsit most itt nyugodjunk meg, de nem hiszem el! Hát nem lehetek ilyen szar ezen a pályán. Hát sajnos, srácok, ma nem jött össze a győzelem, pedig mindent megtettem, bőven eléggé toxik is voltam, és még ráadásul mindig be is jutottam a döntőbe. Sajnos a döntők nem sikerültek a lehető legjobban, viszont lesz még rá lehetőség a következő részekben, hogy újabb győzelmeket szerezzek, úgyhogy mindenképpen iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy ne maradj le a későbbi videókról sem, valamint dobj egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó és jól szórakoztál, illetve nyugodtan írj kommentet, valamint küldd el a videót haverjaidnak, ismerőseidnek is, hogy ők sem maradjanak le, ezzel nagyon sokat tudsz nekem segíteni, nagyon köszi mindenkinek. Ha pedig szeretnél még több StumbleGuys-os tartalmat látni tőlem, akkor ide kattintva meg is találsz párat, itt pedig fel tudsz iratkozni, ha még esetleg nem lennél. És várlak vissza a következő videóban is. Én Hunter voltam. Ciao, ciao. Szevasztok. És jó éjszakát mindenkinek!